Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Ceglédi kérdezi, és ahogy az mindig szokásos, a műsor elején számot adok arról, hogy magamnak egyáltalán mi köze ahhoz a témához, amit itt megpróbálunk fölboncolni, és van egy visszatérő élményem az online dimenzióban elsősorban, hogy tudnélik, fölkérdeznek, amikor Kádár Jánossal és az ő rendszerével kritikus vagyok, hogy mit tudhatok én erről, hiszen úgymond nem is éltem még akkor, ami részleteiben igaz csak, mert éltem, én voltam az utolsó generáció, akit még úttörőnek avattak, az utolsó, aki még általános iskolában végig oroszul tanult, tehát, hogy én pont találkoztam ezzel az átmenettel, de ilyenkor szoktam visszakérdezni, hogy akkor ezek szerint Hajna utast már egyikünk sem ítélheti el, hiszen akkor már nem éltünk. És akkor jön a válasz, hogy de, mert hogy azt kutatják, azt lehet tudni, okos emberek szolgalmasan utána néztek ennek. Na de hát a rendszerváltást megelőző időszaknak és azok következményeinek is utána szoktak nézni, majd ilyen emberrel fogok beszélgetni. Mező Gábor, újságíró, kutató a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. No, pontosan hogyan kutatsz? Mik a módszereid? Mik a forrásaid? Hát az igazság, hogy először erre akartam válaszolni, amit felvetettem. Ez egy nagyon érdekes felvetés, mert nekem is azért megjelenik megjegyzésben. Vagyunk, persze. Megjegyzésben, hogy mit akarunk mi fiatalok, egy olyan korszaktól, amit igazából nem éltünk még akkor felnőttként. Legutoljára Elena Ceausescu-ról írtam egy bejegyzést, aki hát azért így a kommunista diktátor feleségek között is egy meglehetősen őrült. A kvázi vejét akarta kinyíratni szétnyílt fejjel. Igen, konkrétan ez volt az eset, és ott valaki megkérdezte, hogy de mi közünk nekünk ehhez? Hiszen ez egy román történet. Egyrészt ugye megpróbáltam felhívni a figyelmét arról, hogy azért ott azért egy pár millió magyar még mindig él. Másrészt meg írtam, hogy ilyen alapon egyébként mi közünk van Nagy Sándorhoz, vagy bármi máshoz. Analógiának szerintem megfelelő, tehát elég érdekes, amikor azzal akarják így elvenni a jogát valakinek a kutatáshoz, hogy túl fiatal, hogy esetleg nem olyan szakmában dolgozik, amit erre így feljogosítaná. Ezeket nyilván azért nem kell túlságosan komolyan venni. Hát meg van egy létező hiány, nem? Hát abszolút létezik. Kádár, tehát konkrétan Kádárról beszéltél. Kádárról szerintem a legjobb könyvet, azt egy angol írta. Ha jól emlékszem, a címe az, hogy a jó Kádár, és attól olyan jó, mert objektív. Tehát nem is helyezi egy ilyen ördögi, luciferi szerepbe Kádár János, de hát nem is az a mentegetést, amire nagyon sokan hajlamosak, hanem egy kívülálló szemével úgy olyan Kádár portrét rajzol, ami meglátásom szerint a talán a legjobb, de a kérdés, hogy miért ő írta meg. Egyébként ezzel kapcsolatban Göncz Árpádról egyetlen egy életrajzi könyv készült, azt meg egy dél-koreai szerző, aki itt tanult egy ideig, ő szerezte, hogy magyar, miért nem írt róla. Egyébként nyilván ennek is összetett okai vannak. Furcsa állam, hogyha Göncz Árpádról nem írt. Nagyon furcsa, nem? Hogy egyáltalán nincsen. De ennek összetett okai vannak. Egyrészt azért különbözőképpen látjuk így a dolgokat, másrészt ugye van a történész szakma is azért eléggé megvan osztva, és így, hát ha nem is teljes egészében, de két eléggé különálló csoportra osztható, és nyilván ez a két csoport egészen máshogy gondolkodik, akár csak Kádárról is, de főleg mondjuk Göncz Árpádról. Hogy csinálod? A kutatást? Igen. Hát a kutatást úgy csinálom, hogy igazából ez semmi bonyolult nincsen benne, elkezd valami érdekelni, és elkezdek utána nézni, és ha tényleg igazán megfog, akkor ez a kutatás egyre mélyebb lesz, és egyre több időt töltek el vele, és kinyílnak újabb ajtók és újabb ajtók. Egy idő után inkább már arra kell figyelni, hogy néhány ajtót bezárjon az ember, mert különben teljesen szétesik a történet. Tehát igazából nincsen szerintem semmi titok, mint minden munkában. Ott kezdődik szerintem úgy a veleje az egésznek, vagy ott van a veleje, hogyha hivatásnak tekintjük azt a munkát, vagy egyfajta küldetésnek akár egy kicsit így továbbmenve, és belefektetjük egyszerűen azt az energiát, amihez kell. Hogyan találtál rá erre a küldetésre? Hát igazából én sokáig sportújságíróként dolgoztam, tehát egy teljesen más területen, és hát valaki megmutatta nekem Hankis Ágnesnek két ilyen alap munkafizetét, az állambiztonsági játszmákat és a továbbélő hálózatokat, hogy írjak esetleg bele egy cikket, vagy erről írjak esetleg egy cikket. És elolvastam, és annyira más képet árult el a rendszerváltásról, illetve az előtti történésekről, amelyekről fogalmam nem volt. És
onnantól valahogy az egész nagyon megfogott. Milyen tabuk dőltek meg itt? Nem is engedett el. Milyen tabuk? Mi az, amit rosszul tudtál, vagy nem tudtál, és itt jöttél rá arra, hogy ez máshogy van? Fogalmam sem volt, hogy ez ennyire összetett kérdés egyrésztről. Tehát most mit tudtam én a rendszerváltásról? Elüldöztük a szovjet hadsereget, megdöntöttük a kommunista rendszert, a szocialista rendszert, és jött helyett egy új szép demokrata világ. És nyilván ezekben a könyvekből azért így kirajzolódott, hogy itt azért több ilyen réteg volt. Tehát volt valami, amit így látunk így a felszínen, vagy a függöny előtt, és bizony a háttérben olyan folyamatok zajlottak, amiket azt mondom, hogy akkor én nem ismertem, de ma meg szerintem a társadalom jelentős része nem ismeri. Ez mit jelent? Hát itt nem konteokról van szó, hanem egyszerűen több történet volt. Tehát így, mondjuk a rendszerváltás mögött is volt egy szovjet-amerikai hatalmi játék, egy másfajta történések, az állambiztonságnak is volt egy terve, az MSZMP-nek, az MSZMP-ből lett MSZP-nek is volt egy terve. Azt látom igazából, minél inkább kutatom, hogy például annak, hogy itt egy valódi rendszerváltás megtörténjen tényleg egy újrakezdéssel és felelősségre vonással és tisztázással és a régi rendszernek a komoly részvevőinek a hatalomtól való eltiltásával, az üzleti életből való kiszorításával. Tehát ilyen valódi rendszerváltásnak nem nagyon volt esélye. Tehát azt látom, hogy volt egy pár forgatókönyv, egy pár lehetséges forgatókönyv, de ez nem volt köztük sajnos. A Pesti Srácokon kezdtél el cikkeket írni ezzel az üggyel kapcsolatban, onnan augusztus elején távoztál, és az ahálózat.hu-n folytatod a munkát. És azt mondod erről, hogy amit te csinálsz, az inkább tűrt, mint támogatott tevékenység. Ez mit jelent? Hát igazából azért ez egy régebbi szöveg volt, most úgy látom, hogy a tűrt és a támogatott között van, de a témából adódóan azért gondoljunk bele, hogy most ha csak a privatizációt vizsgálom, és az onnan tovább élő hálózatokat, kapcsolati rendszereket, csak gondoljuk bele, hogy hány érdeket sértek mondjuk ezzel. Mit érsz el ezekkel a cikkekkel? Közvetve vagy közvetlenül? Igazából azt látom, hogy azért pár éve elkezdtük ezt publikálni, és azóta azért, és ez nyilván nem az én hatásom, hanem szerintem az idő is eltelik, mint egyre többen kezdenének ezzel foglalkozni. Én bevallom ezt ilyen, ha nem is küldetésnek, de egy ilyen ismert terjesztésnek szánom. Tehát mondjuk magamról tudom, hogy biztosan jobban tudnék egyébként talán keresni is, meg komolyabb pozíciókat szerezni magamnak, ha mondjuk belpolitikába foglalkoznék, vagy hasonló területekkel, de igazából nem akarok, mert ezt a területet sokkal fontosabbnak tartom. Például a rendszerváltásra visszatérünk, úgy látom, hogy ami most Magyarországon van, annak nagyon nagy része onnan eredeteztethető. Már ezt jól sikerült kimondani. Ez mit jelent, hogy onnan eredeztethető? Hát ez azt jelenti, hogy mondjuk így nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, akkori a rendszerváltás időszakában egy ilyen nem is annyira nehezen körüljátó hatalmi elit csoport, benne közgazdászokkal, politikusokkal, üzletemberekkel, értelmiségiekkel, hát elég ügyesen átmentette magát egyrésztről, másrésztről gyakorlatilag egy olyan fajta mélyállamot építettek itt föl Magyarországon, ami akkoriban megkerülhetetlen volt. Tehát, hogyha a legtöbb területet így megnézzük, akár a kultúrát, vagy a gazdaságot, vagy a diplomáciát, azt látjuk, hogy nagyon sok ember ebből a régi posztkommunista világból érkezett, és bizony elég komoly kapcsolatban voltak egymással. És van egy olyan, hát szerintem több mint teóriánál, hogy ez a fajta akár mélyállamnak, vagy ez a fajta rendszer, amit ugye a NER-nek szokás hívni, és itt kiépült mondjuk 2010 óta, ez egyfajta válasz arra a másikra. És hogyha most ebbe belegondolunk, és nem is gondoljuk, hogy talán ennyire direkten, hogy ez így történt, és ez ennyire megfogható lenne, akkor azért látjuk, hogy milyennek már a hatása. Próbáljuk a szerkezetét elmesélni ennek, mondjuk egy területen belül. Mondjuk az egyik, amivel nagyon sokat foglalkoztál, az ugye a média lenyúlásának titkos története. Honnan indulunk? Tehát a Magyar Szocialista Munkáspárt, mint állampárt, a rendszerváltás megelőzően uralja az országot minden tekintetben. Tehát ő hozza a törvényeket, csak ő tudja megnyerni a választásokat, és az ő kezében van a sajtó. Ez milyen sajtó akkoriban? Hát itt a 80-as években azért egyre szabadabban működött már a sajtó. Tehát az itt már látszódott, hogy itt valami változás lesz. Látszott azért az is, hogy a Szovjetuniónak vége lesz,
és itt a nyugati partnereknek sem ártott mutatni, hogy, hogy ez az a fajta legvidámabb, ez az a fajta legvidámabb barak, amit ugye így felfestettek végül is a közvélemény előtt, ehhez hozzátartozott az, hogy már olyan cikkek és riportok is megjelentek, amik még 70-es években biztos, hogy nem. De ez a Népszabadságban jelenik meg? Hát már talán a Népszabadságban is, de nem jellemzően, ezek inkább... Most mondok egy példát, például a 168 órában már elég ilyen bátor riportok is megjelentek. És ugye mindenki azt gondolta, hogy a 168 óra című rádió műsor, ez egy milyen bátor orgánum, és milyen jól működik. Csak ugye azt nem látta, vagy azt látták kevesen, hogy igazából ugyanazok az emberek irányítják akkor, akik mondjuk a 60-as, 70-es években is. Csak egyszerűen egy váltás történt, és egyszerűen szüksége volt már ezekre a fajta szerepekre. Mondjuk képzeljük el a Hofit mondjuk a Komlós mellett. Uh-huh. Ugyanilyen fajta szerep volt a Moldova György a Kardos György mellett. Kardos György szintén volt Katpolos és AVH-s, Komlós szintén. Ezek ugyanolyan fajta szerepek voltak, hogy megmutassák, hogy ezt a rendszert már lehet kritizálni. Csak ugye Gramra ki volt igazából mérve, hogy, hogy milyen kritika jelenhet meg, és nagyon érdekes lenne utólag megnézni, hogy amikor mondjuk a 80-as évek közepén megjelent egy TSZ elnökről, hogy korrupt és visszaél, hogy az mondjuk kinek állt az érdekébe. Tehát nagyon érdekes lenne utólag megnézni ezeket az eseteket, mert simán lehet, hogy egy másik elvtárs csak ki akarta pöckölni. A lényegben igazából, hogy szabadabbá vált a sajtó, és az egészben az érdekes az, hogy tényleg egy kézben volt ugye. Volt a tájékoztatási hivatal, ez egyfajta cenzúra is volt, és egyfajta sajtóirányító központ is volt. És mi történt? Elindítottak a 80-as évek közepén vége felé egy Reform nevű vállalatot, aminek az élére a tájékoztatási hivatal embere került oda. Virág elvtárs egyébként, ugye nagyon mókás neve van, hogyha tanúra gondolunk. És egyik pillanatra a másikra hirtelen megérezte magába azt a fajta belső késztetést, mondom gúnyosan, hogy mostantól óriási reform el lesz. Nem, igazából ezek az emberek látták, hogy most már erre van szükség. Mire volt szükségük, hogy itt az átmenet az békés, csendes legyen, egyfajta megegyezéses átmenet, ezt kezdték el egyébként súlykolni elég keményen a sajtóban. Ugye erről írtam egy külön cikket, hogyha rákeres az ember az akkori lapokba, a békés átmenet az naponta minden újságban is, mindenfajta termékben, ezt súlykolták, és ugye ezzel megteremtették annak a másik lehetőséget, azt egyfajta negatív lehetőségként vázolták föl, tehát a békés átmenetnek ugye az ellentét, az mi lehet, valami véres polgárháború, pedig itt lett volna egy középút. És pont ezt a fajta békés átmenetet próbálták erőltetni, ebbe viszont már az is belefért, hogy ezt egy ilyen reformer címszóval erőtessék, erősítsék, ahogy egyébként ez a szocializmusra mindig jellemző volt, hogy mindig megjavítják a rendszert, most javítjuk, nagyon sajnáljuk a millió halálos áldozatot, utána meg a tönkretett országot, de most javítjuk, és majd most jobb lesz. Ez ugyanez volt ez a reform. És olyan a rendszerváltás, amikor az ember azt gondolná, hogy minden, ami a pártállami volt, az most már magánbefektetőhöz kerül, és a verseny fogja eldönteni, és nem azok lesznek ott, akik korábban ott voltak. De ha jól értem, akkor nem ez történt. Hát nagyon nem ez történt. Például a megyei napilapok ugye az MSZNP tulajdonában voltak. Mit csináltak vele? Hát a két választási forduló között, amikor az emberek többség örült annak, hogy végre megszületik a demokrácia és itt a rendszerváltás, szépen átjátszották egy Springer Budapest nevű cégnek, ami egy ilyen német-magyar vegyes vállalat volt, egy ugyanolyan klasszikus posztkommunista ember vezette, és az összes megyei napilapnál, ami az ő kezükbe került, megtartották a régi főszerkesztőket, ami azért érdekes, mert ezek között tényleg a legvállalhatatlanabb munkásőrök, tudom, képzetlen, bányába dolgozó ember, kiszkábés, fenék, nyalogató, káder. Tehát olyan emberek voltak, akik nem újságírók, mindenkit megtartottak. Most ez volt a rendszerváltás. Ugyanígy a legtöbb lapot átjátszották, és ennek a következmény igazából az volt, hogy 90 után, amikor az Antal kormány elindult, és tényleg egyébként azért, tehát ebben is ez a kétfajta erős történelmi szemlélet van, hogy az egyik az az, ami szerint ugye mindent rosszul csináltak, a másik meg ez a mentegetés, de hát ők nem tehetnek róla. Tehát mint ebben se lenne árnyalat, iszonyatosan sok hibát elkövettek, rengeteg olyan embert odavettek az Antal kormányba, és az Antal kormány alá, főleg ez volt a kiemelkedő. Tehát itt az ilyen mély rétegbe, vagy a mély államban egy csomó olyan embert alkalmaztak, aki aztán gyakorlatilag semmiben nem követte azokat a célokat, amiket akkoriban kifejeztek. Tehát ugyanúgy megvolt a hibája az Antal kormánynak is, de olyan példátlan sajtóhadjáratot indítottak ellenük 90-től. Igazából a fiatal hallgatók nem tudják elképzelni, hogy
ez a mai média állapotot, hát nem tartom túl jónak. Tehát ezt, hogy tényleg itt is nagyjából van két nagy szekértábor, és akkor itt egymásnak lődözgetnek, és nagyon sok a dezinformáció, stb. Ezt nem tartom jónak, de hogy akkor a 90-ben tényleg olyan rémisztő túlsúlyban volt az úgynevezett, hát hogy mondjam, patrióta ellenes sajtó, vagy posztkommunista sajtó, lehetne erre több mindent mondani, hogy az félelmetes, tehát 90% fölött volt. És ez mindannak a következménye, hogy a sajtóban, egyébként ahogy mondjuk a rendőrségnél, vagy a katonaságnál nem történt meg a valódi rendszerváltás. De miért tudott domináns maradni ez a rá következő, nem tudom, két évtizedben is, egészen a NER megjelenéséig? Hát azért, mert tulajdonképpen tényleg tehát ez a hálózati működés, ez végül is arról szól, hogy vannak, akik direktben jól élnek belőle, vannak meg, akik igazából nem tudják ezt megkerülni. Most a kultúrát tekintve tényleg annyira erős volt ez mondjuk a neoliberálisnak nevezhető értelmiség, hogy egyszerűen oda vagy beálltál, vagy nem igazán tudtál mondjuk megélni a piacon. Nektál még nagyon kevés időnk van már csak hátra, de még egy témát megnyitnék, aztán utána folytatjuk. A média mellett ez pedig a gazdasági hatalom, a gazdasági erőforrások befolyásolása, birtoklása, rendszerváltás előtt és után, az impact szekkora, a tudás arról, hogy hogyan kell különféle külföldi kapcsolatokat, különféle a szocializmusban egyébként nem tipikusnak mondott ilyen kereskedelmi együttműködéseket úgy kihasználni, hogy valaki a rendszerváltás után gazdag legyen. Kik tudták ezt, hogy hogyan kell vállalkozónak lenni a rendszerváltás idején? Mit kellett előtte a szocializmusban csinálni ehhez? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a másik kulcsfontosságú részlet, amivel szintén nagyon kevesen foglalkoznak, az, hogy itt egy elég szűk közgazdász csoportnak nagyon jelentős szerepe volt, mint a rendszerváltásban, mind utána a privatizáció, az úgynevezett gyorsított, spontán, sok mindennek nevezett privatizáció elterjesztésében. És egyébként megint ezzel visszatérhetünk így a véleményvezérséghez is. Van egy nagyszerű könyv a paradigmák fogságában, ami arról szól, hogy ez a fajta közgazdász csoport végül is hogyan befolyásolta a nyilvánosságot a 80-as évektől és a 90-es évekbe főleg. Jönni fog egy szünet a műsorban, csak azért szóltam közben. Tartsanak velünk! Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Folytatódik a Ceglédi kérdezi a Spirit FM-en. Mező Gábor újságíróval, kutatóval beszélgetünk, és ott hagytuk abban, hogy milyen gazdasági opciói, előnyei voltak mindenféle elvtársaknak a rendszerváltást megelőzően, és hogyan lettek ebből hatalmas vagyonok a rendszerváltást követően. Mi volt az első lépés? Hogyan lettek az első milliárdosaink? Hát ugye itt minden esetet külön meg kéne nézni. Azért vannak olyan állatorvosi lovaknak megfeleltethető cégek, mint a Creditum, az első, vagy az egyik első privatizációs cég, és ott azt látjuk, hogy ott volt benne minden. Tehát volt benne tehetséges jogász, volt benne egy pécsi filozófus tanár, mostani író egyébként, az egyik szocialista élvállalatnak a volt vezetője, volt benne vezető Kisses, tehát hogy minden vonalon megvolt a kapcsolat ahhoz, hogy ez működni tudjon igazából. Mi a technika? Hogyan használják ezeket a kapcsolatokat? Hogyan dolgoznak ezek az emberek össze, hogy a vége az legyen, hogy milliárdok vannak a bankszámlán? Hát a privatizáció története az igazából ott felhasználják ezeket a kapcsolatokat. Tehát most szól a régi Kisses haverjának mondjuk, aki ott ül esetleg egy állami vállalatnál az aljább, ő megszól a másiknak, aki meg mondjuk esetleg az APVRT-nél van, és akkor ezeket így megszervezik, és utána valahogy a sajtóban meg elmagyarázzák. Különösen érdekes utólag nézni ezeket a cikkeket, amikor utólag megmagyarázzák, hogy miért volt olyan nagyon-nagyon jó mondjuk a teljes magyar cukoripar külföldi kézre játszása. Ez például egy MDF-es államtitkár magyarázza el, meg az MDF privatizációs minisztere magyarázza el, hogy miért is jó egy államnak, hogyha kiárusít mindent. Hát egyáltalán nem jó egy államnak, mert teljesen sebezhető. Mi az állításuk? Mert hogy csak így lehet előre haladni. Tehát igazából ez nem olyan bonyolult, mindig valami pozitív jelzővel kellett igazából ezt eladni. Ez az említett közgazdászkör, akik tényleg azt az álláspontot képviselték, ezt az erőltetett, nagyon gyorsított privatizációt,
ők is csak annyit csináltak, hogy ezt ilyen pozitív dologként állították be. Tehát ha valaki megnézi a 90-es évek elejének a sajtóját, ott ez egy pozitív dolog, és akik még így fölkelnek ellene, meg már akkor is volt azért ilyen ellenállás, meg politikusok, meg újságírók, azok ugye a maradiak lesznek, és akkor ők mit akarnak? Államosítást, meg kommunizmust? Tehát igazából ezek nem olyan bonyolult dolgok, hogyha valakinek, egy adott rendszernek minden eszköze megvan, tehát a kezében van mondjuk a sajtó, a kezében vannak a tehetséges és befolyásos üzletemberek, véleményvezérek, minden forrása a rendelkezésére áll, akkor ott bármilyen üzenetet el tud igazából juttatni, mert az igazából az a legegyszerűbb, az pozitívnak beállítani. Hát a rendszerváltás idejében, 90-es években a privatizáció az egy pozitív dolog volt, az más kérdés, hogy utána hogy nagyjából szitokszóvá vált. Hát igen, ugye ott volt azért egy meggyőződés azt illetően, hogy az állam rosszul gazdálkodott igen, a vagyonnal. És majd a külföldiek milyen jó fognak. És hát nyilván azóta jó pár csalódás volt ezt illetően. Tehát mégiscsak a rendszerváltás mögött egy olyan szándék volt, hogy a korábbi rosszat azt lecserélni valamire, ami működőképesnek tűnik nyugati példák alapján. Valószínűleg ennek sem a tempója, sem a technikája az nem az volt, ami ezt eredményezhette. Sokat foglalkozol még, és emlegeted a hálózatokat valamivel, ami a Kádár-kor hétköznapjainak nem a látható, de talán valamennyire tudható része volt, még akkor is, hogy a legvidámabb barak igyekezett erről nem tudomást venni, hogy azért magyar a magyarnak farkasa volt, voltak besúgóink, voltak ügynökök. A nulladik kérdésem ebben az, hogy te az ügynököket, azokat áldozatnak, vagy bűnözőnek, elkövetőnek tartod? Te hogyan minősíted őket? Hát abszolút azzal kell kezdeni, hogy el kell különíteni minden. Hogy milyen fajta? Minden egyes ügyet. Tehát egyszerűen ezért nem is vagyok híve egyébként a listázásnak, bármiféle listázásnak, mert ott nincsen finomítás, ott nincsenek árnyalatok. Hát azért tényleg meg kell különböztetnünk azt a fajta ügynököt, akit mondjuk 56-ban úgy szerveztek be, hogy mondjuk halálos büntetésre fenyegették, attól is, aki a börtönbe kiszabadulva, ugye nagyon sokaknak föltették a kérdést, és utólag már ugye nem tudjuk, hogy akar-e valamilyen egyetemen tanulni, amikor kiszabadult, mint a 62-be, 61-be. Akar-e ott valami jó állást? És sokan azt mondták, hogy akarok, aláírtak, és onnantól, mit tudom én, tanár lett, aztán docens. És azokról nem beszélünk, akik nemet mondtak, sokan voltak, akik nemet mondtak, és ők mentek el segédmunkásnak. De még azt a fajta ügynököt is, aki egy ilyen csábításra igent mond. Mert ezt emberileg egyébként, ha nem is lenne, akarjuk elfogadni morálisan, de azért valamennyire értető, hogy az ember nem akarja a saját életét ugye elvágni egy ollóval. Azért megkülönböztetnem azokat, akik ugye önként jelentkeztek, fizetésért dolgoztak, nem beszélve mondjuk a titkos munkatársakról, szigorúan titkos tisztekről. Tehát ott kezdődne a dolog, hogy így az ügynököket kicsit külön kezeljük. Nem véletlen egyébként, hogy rájuk lett irányítva a reflektorfény, ez tudatos volt a rendszerváltás pillanatától, tehát mindig ügynök kérdés, ügynökök, ők voltak a legapróbbak. Miközben? Tehát olyan, mintha egy közkatonát, tehát hogyha mondjuk egy háborús cselekményt nézünk, akkor a közkatonákkal foglalkoznánk, még a tábornokok helyett. Csak nem az az érdekes, hogy ugye ügynökökről, meg adott esetben besúgókról, spicikről, hasonlókról beszélünk, de hogyha egy terminus technikusként használom az ügynököt, az valószínűleg pont olyan, amit az ügynökök többsége saját magára nem mondott. Én amit ezzel kapcsolatban láttam, olvastam, abban az emberek egy jó része azt egy egyedi a saját életében meghozott döntésnek tekinti, és adott esetben egy még talán bevállalható kompromisszumnak. Mondok egy példát, külföldi ösztöndíj. És megkérik, hogy soha nem ezt mondták, hogy legyen ügynök és jelentsen, hanem mondja el, mit tapasztalt. Vagy kinevezés egy magasabb pozícióba. Elvtárs, milyen a hangulat önöknél? Miről beszélgetnek? Mi a téma? És leírná ezt esetleg, elmondaná ezt nekünk, hogy tudjunk erre reagálni, hogy adott esetben megoldjuk a problémákat. És nem gondolom, hogy az emberek nagy része olyan naív lenne, hogy fogalma sincs arról, hogy mibe keveredett, de általában, mint a C-vitamin, az édes sárga bevonat a keserűn, vagy a savanyún, az ott lehet. Tehát már csak a működőképesség miatt is. És ezekre az emberekre rá toljuk hirtelen, hogy ők ügynökök voltak, akkor szerintem egy jó részük az még akkor is joggal lepődik meg, ha egyébként ő tényleg elkövette ezeket a besúgásokat. De ha jól értem, akkor te nem csak nem kezelnéd őket együtt, hanem az ilyen rendszerváltással egyidős, nyilvános ügynök lista bemutatásnak sem lettél volna híve?
Hát pont emiatt nem, mert igazából kiket szerveztek be ügynököket, ügynöknek így a legnagyobb elánnal mondjuk a 70-es, 80-as, 60-as években, leginkább pont azt a polgári középosztályt, amit egyébként meg akartak törni. Tehát azért nem vagyok ennek a híve, annak híve vagyok, hogy minden még meglévő irat kutatható legyen. Kutatók számára, történészek számára, olyan ember számára, aki vállalja, odaadja a nevét, felelősséget vállal azért, hogy hogy bánik az az irattal. De az, hogy ilyen különböző listákat lobogtassunk, amit aztán most még nézzük meg a Facebooknak a korát, tehát hogy boldog-boldogtalan bárkit lejárathasson azzal, hogy ügynök volt, mikor nem is ismerjük a történetét. Most csak gondolj bele abba, hogy a Csurka István, én vagyok neki a feltétlen híve, de őt is egyébként leügynöközték. Konkrétan üres a dossziéja. Őt pont a legkeményebb időszakban szervezték meg, de arra jó volt, hogy lejárassák, egyébként pont az Antalék. Tordján Józsefet lejáratták az, hogy ügynök volt, most derült ki pár éve, egyébként az Ungvári írta meg, vagy mondta el becsületére Vájék, hogy a Tordján ellenállt, és nem volt hajlandó se jelent semmit csinálni, és ki is zárták. De róla az maradt meg, hogy hát ügynök. Ez azért így nagyon nem korrekt. Tehát itt, de akkor mi lett volna jó megoldás? Hát azt hiszem, a jó megoldás az lett volna, hogyha az összes elérhető iratot abban a pillanatban a lehető legnagyobb erőforrással, tehát egy csomó ember segítségével kutathatóvá teszik. És nem az, hogy időről időre jönnek még mindig a dossziék elő. Tehát ez lett volna a jobb. A másik... Jó, csak ugye tehát az a baj, hogy így, hogy nem lettek nyilvánosak, így meg mondjuk Antal József ezt tudta lobogtatni, szerintem némiképp zsarolva a pártbeli ellenállását. Hát a zsarolás volt, az nem némiképp, az tényleg zsarolás volt. Tehát azért mondom, hogy ez csak azért lehetett, mert nem tettük ki nyilvánosan, már nem mi, mert 10-11 évesek voltunk akkor, hogy nem tettek ki a politikai elit, a döntéshozók ezt az emberek elég, hogy nézzétek, egyszer lesz nagyon rossz, de mostantól kezdve nincs olyan, hogy bárkit megzsaroljanak, hogy nem tudom, Molnár Gál Péter 20-30 év múlva derüljön ki, hanem, vagy Kovács Istvánról, hanem akkor ezt egyszer legyen ott, és akkor ezt megcsináltuk. Jó, oké, csak igazából az is ügynöklista. És hol vannak az esztétisztek? Tehát az esztétisztekről azokról tudjuk, akikről véletlenül ott vagy az emlékpont nem véletlenül, az emlékpont egy óriási munkát csinálva, sok-sok esztétisztről megírta, hogy ki volt. De ez az egész tortának csak egy szelete, a többiről fogalmunk sincsen, és az esztétisztek sokkal komolyabb szereplők voltak az ügynököknél. Tehát a Medgyesiről is azért tudjuk, hogy esztétiszt volt, mert szerintem valaki belülről feldobta. Tudom, talán, hogy lehet, hogy jobb hatása lett volna, a társadalomra, ha így mindenki kerül egyszerre. De morálisan nézve, vagy erkölcsileg nézve, meg azon a sok szerencsétlen, tényleg bezsarolt, akár semmit nem csinált emberen verték volna a port, aki nem kellett volna. Tehát a rendszerváltás szerintem nem az ügynök ügyekkel kellett volna kezdődnie, hanem hogy Biszkutól fölfele és lefele elszámoltassuk a politikai vezetőket, és kizárjuk mondjuk azokat az üzletembereket, akik már akkor is meghatározóak voltak, vagy kizárjuk azokat, akik 70-es években bőven benne voltak abban, hogy az ország végzetesen eladósodott, kizárjuk őket a közéletből, tehát nyugodtan. Tehát a lusztrációval egyetértesz, csak nem az ügynökök szintjén. Két érdekes, mert... Erről vitatkozni kellett volna igazából, nem vagyok biztos a saját álláspontomban, tehát szerintem a Schiffer is máshogy gondolkodik, máshogy gondolkodik mondjuk a Máté Áron, a NEP-nek az alelnöke, máshogy gondolkodik a nem tudom milyen történész, az átlagember. Erről szerintem lehetne vitatkozni. Tehát ez egy jó vita téma, mert nagyon összetett probléma. Igen, én azt látom egyébként az elmúlt évtizedekben, hogyha mondjuk egy híres emberről derült ki, hogy ő jelentett, legyen az Viki Dál Gyula, legyen az filmrendező Szabó István, mások, akkor valahogy olyan nagyon fura módon zárt össze mögött a nyilvánosság. Tehát az a politikai oldal, amelyhez ő magát sorolta akkor, ugye nyilván Viki Dál Gyuláról tudható, hogy a Fidesszel szimpatizál inkább, Szabó Istvánt az Gyurcsány Ferenc ölelgette meg rögtön. Tehát, hogy az rögtön azt mondta, hogy ez nem úgy volt, és nem gond, és nem haragszunk rá, de mint a másik oldalról sem lőttek volna rá annyira. Tehát, mintha lenne egy olyan közmegigyezés azt illetően, hogy volt itt egy legvidámabb barak, ami ügynökeinkkel együtt éltünk, hiszen azok is valahol mi voltunk, és most meg már ezt ne bolygassuk, ne bántsuk egymást. Hát egyrészt ez így van, másrészt szerintem Magyarországra, nem a magyar emberekre, Magyarországra jellemző, hogy szeretjük elfelejteni, meg eltemetni a dolgokat, tehát inkább elegánsan túllépni. Tehát én azt látom azt, hogy itt elmúlt 20. században nagyon kevés dolgot beszéltünk ki, tehát nagyon kevés dologról volt elmondva, hogy kinek mi a felelőssége, és ki milyen traumát élt át. Tehát
szerintem ez egyrészt ehhez is kapcsolódik, másrészt nyilván politikai, tehát ebben politika is van. Hát ők egy érdekközösséghez tartoznak. Egy érdekközösség vagy egy csoport ugye a kohézióját az mutatja, hogy kiállunk a másik mellett, bármit is csinált. Tehát azért nyilván a többi ügynöknek is figyelj, bármi kiderül róla, te még azért velünk maradsz. Tehát nyilván ez is benne van. Okkal kérdeztem azt, hogy mi a munkamódszered, és kezdtük ezzel. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy az is nehezíti a munkádat, hogy nem tudhatod, hogy a teljes anyaggal dolgozol-e. Hogy a mögöttünk hagyott most már 3 évtizedben a rendszerváltás előtt keletkezett iratokat széthordták, manipulálták, kiválogatták. És talán már ezért sem lehetne. Tehát ugye ez szokott az általános érv lenni az akta nyilvánosság ellen, hogy már nem lehetne az összeset bemutatni. Te ennek mit tudsz az állapotáról? Mi történtek ezekkel az adatbázisokkal? Hát ennél bonyolultabb kérdés igazából kevés van. Mert ugye annyira titkos, hogy igazából még a levéltárosok is csak valamennyire ismerik a témát. Ugye az tény, hogy nagyon sok iratot eltüntettek, más iratok fiókokba kerültek ugye az adott pillanatban. Elő lehet rántani, elég emlékezetes példa tényleg erre a Medgyessy ügy. Ugye a Medgyessy ügybe a leghangosabban a Pokorni Zoltán követelte itt, hogy nézzen szembe a miniszterelnök, pár nappal később kiderült egy tévéműsorban, hogy a Pokorni apja ügynök volt. Ugye, honnan került Pákozdi elő. Pákozdi néven jelentett. Igen, honnan került elő, nyilván ez egy ilyen be hosszú volt. Be volt készítve nyilván. Hát ezek nyilván be voltak készítve, tehát erre jó. Nyilván itt a legnagyobb lépés az lenne, azért szinte biztos vagyok benne, hogy minden iratból, vagy a fontos iratokból egy-egy példány azért Moszkvába eljutott. Egyrészt az lenne... Ez megnyugtató jelenleg. Egyrészt az, igen, nagyon megnyugtató. Egyrészt nagyon jó lenne egyszer belenézni legalább azoknak. Tudom, hogy már vannak ilyen kezdeményezések, van, aki már így elmehetett belenézni, de nagyon jó lenne egyszer azokba az iratokba belelátni. Például a Nagy Imréről ugye onnan lehet tudni, hogy NKVD-nek dolgozott, mert egy-két embert beengedtek oda. Például a Csász Gáti, amúgy liberális szerzőt, aki megdöbbenve olvasta ugye ott a különböző jelentéseket, fogalmunk nem lett volna az egész történetről. Ennél még fontosabbnak tartom, hogy a iratokról van szó, hogy Kelet-Európával, tehát a többi kelet-európai országgal egy kicsit dolgozunk már össze. Tehát mi amúgy is egy sors közösség vagyunk. A kommunizmust érintve meg abszolút, de hát igazából az egész történelmünket érintve. Biztos vagyok benne, hogyha komolyabb lenne itt az összedolgozás, akkor nagyon sok iratot megkapnánk onnan, ők is megkapnák tőlünk olyan iratokat, amiknek neki lenne szükségük. Tehát, hogyha kialakulna egy ilyen nagyobb tím, egy nagyobb csoport, aki együtt dolgozik Kelet-Európában, tehát csehekkel, románokkal, bolgárokkal és a többivel, szerintem sokkal többet megtudnánk a rendszerváltásról, meg a 80-as, 60-as, 70-es évekről is. Az egyik legnyomasztóbb amivel foglalkozol, legalábbis abból, amit én látok, azok a pszichiátriai visszaélések a rendszerváltást megelőzően. Nagyon nehéz szembesülni azzal is, hogyha az derül ki, hogy nem tudom, bírósági ítéletek esetében, vagy nem tudom, lakáskiutalásnál, meg hasonlóknál írt föl morált és szakmát a rendszer parancsa. De az, hogy valakit, nagyon egyszerűen fog fogalmazni, bolondnak minősítsenek és bezárjanak azért, mert a rendszernek gondja van vele, ebbe belegondolni is nehéz. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni? Mi volt az első élményed? Hát az első élményem igazából a Janikovszky Bélának az ügye volt, hogy AVH-s ezredes, aki a saját volt feleségét záratta be Lipótra, mert hogy volt a vitájuk a közös gyerekükkel kapcsolatban. És akkor ezt megunt a gyerektartás, meg ilyen utólag Piti Ánennek tűnő dolgok voltak áttérben, és AVH-nál dolgozott, egyszer megunta, csak Péter Gáborékkal Lipótra bedugta az illető asszonyt, aki egyébként azért tudott kijönni, mert valaki kicsempészte a leveleit, és elég jó pozícióban volt a kommunista pártnál, és ezek eljutottak elég magas, végül Biszkú elvtárshoz is eljutott az egyik levél, és akkor ott már kértek valami kivizsgálás, hogy mi folyik itt azért. És akkor végül egy ilyen megegyezéssel kiengedték, hogy le kellett mondani a gyerekről, és akkor kijöhetett. És akkor kezdtem el nézni, hogy volt itt más is, akkor beszélgettem a már sajnos elment Zellei Miklossal, akivel később össze is barátkoztunk, és Gazsó L. Ferenccel, akik megírták az Őrítő Mandragóra című könyvet 80-as évek végén, ami óriási siker volt akkoriban, ugyanúgy itt-ott mindenhol árulták, és ott ugye már több ilyen eset van. A különböző embereket politikai okokból, vagy azért, hogy a lakását elvegyék, stb. Egyszerűen őrültnek, nyilvánítottak bolondnak. Akkor elkezdtem magamat belásni.
szerencsére a Nemzeti Emlékezet Bizottság támogatta ezt a kutatást, és igazából így kezdődött. És ennek ebből lett az Ellopni a lelket, megtörni a testet című könyved, meg filmet is készítettél, és az érdekelne engem, hogyha egymás mellé rakod az általad ismert eseteket, akkor azt látod, hogy van egy elnyomó politika, egy pártállami hatalom, ami a saját túlélése, hatalma fenntartása érdekében veszélyes elemeket bezárat, vagy pedig az van, amit most elmeséltél, hogy emberek, akik hatalomra kerültek, hatalmi pozícióban vannak, a saját személyes ügyeik, tehát például a feleségük félre rakása érdekében élnek vissza ezzel. Mi a jellemző? Nagyon jó kérdés, mert egyébként pont itt van a kulcs, tehát ez a kulcsválasz, hogy ahol egyébként az egészet kitalálták, az természetesen a Szovjetunió volt. És elég egyszerű volt igazából ennek a háttere, teljesen érthető, hogy a Sztálin halála után megváltozott ott is a rendszer. Hirtelen mindenki kitalálta, minden és Sztálin a hibás, és már ő nem is tudja igazából, hogy mit csinált alatta. Minden esetre változtatni kellett a nyílt elnyomáson, és változtattak is. Tehát gulág, emberek agyonverése, kivégzések, ezek nem. Na, de hát kell valamilyen módszer ugye a renitensek, a lázadók megfékezésére. És akkor ez a nagyszerű ötlet, hogy végül is ki az, akinek nem tetszik a kommunizmus, ami a világ legjobb rendszere, hát csak az őrülteknek nem tetszett, úgyhogy akinek nem tetszik, az biztosan bolond. A Szovjetunióban ezt intézményesítették. Tehát ott tényleg bolondokat gyártó gyárakat csináltak. Tehát bármilyen kegyetlen ezt kimondani, ott azt is, mint mindent így már ilyen gyári szinten csinálták. Nálunk meg azért nem. Nálunk azt lehet látni, hogy azért rendszer szintű nem volt, viszont annál jóval több eset volt, hogy ilyen egyedi esetekről beszéljünk. Tehát azt lehet látni, hogy a rendszer erre engedélyt adott, tehát a rendszer működésében ez benne volt, de tömegesen azért nem alkalmazták. Mi volt a processzus? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Mi történik onnantól kezdve, hogy kitalálják, hogy akkor ezt a nőt, ezt be kéne zárni a bolondok házába, és direkt fogalmazok így. Mi történik? Most mondok egy jó példát, pont most forgatjuk a M5-tel egy ilyen játékfilmes dokumentumfilmet, ez az a történet, egy Szépföldi Aliz nevű hölgyet, elég tehetséges, értelmes nő volt, és depressziós volt élete időszakában, és azt kérte, hogy szeretne egy kis intézetbe befeküdni egy-két hétre, ami kipihenni magát. Most bedugták egy zárt osztályra, és kiderült, hogy azért, hogy elvegyék közben a lakását. Neki az volt a szerencséje, mert hogy ilyenek is voltak, nem is egy, hogy találkozott embermentő orvosokkal, egy orvos házaspárral, aki hitt neki. Tehát ott konkrétan tényleg az volt, hogy bekerült egy csomó valóban elmebeteg vagy értelmi fogyatékos ember közé, és amik ő írt egyébként egy könyvet erről, pár éve jelent meg, ilyen memoárt, és hát szörnyű, tehát nagyon nehéz elolvasni, de át lehet élni, hogy milyen lehet éppésszel bekerülni egy ilyen helyre, és igazából a történet annyi, hogyha rád nyomták a billogot, hogy te bolond vagy, abból nagyon-nagyon nehezen tudták kijönni. Tehát most Pák Tibort, ugye, az a jogász volt, aki volt a gulágon, 56 után is lázadott, hát olyan iratokat juttatott külföldre, amik tökéletesen leleplezték az akkor már Kádár rendszert. Ugye börtönben volt, ott is kiállt a jogaiért, követelte, hogy a BM és az állambiztonság eltűnjön a börtönből, éhségsztrájk, elektrosokkolták, nagyon sokszor minden túlélt, és őt is csak azt hiszem a 80-as évek végén, a 90-es évek elején jött egy olyan határozat, amivel megállapították, hogy nincs semmi baj az elméjével. Tehát, hogy egy ilyen bélyektől egyszerűen nem lehetett szabadulni. Tehát, rákerült az emberre, akkor szerintem onnantól nem nagyon volt kiút. Most ezzel foglalkozol, mivel fogsz még? Mi van a fejedben? Hát nekem az a legnagyobb probléma, hogy általában mindig megtalálom a legsötétebb témákat, pedig nem direkt csinálom. Most a délvidéki magyarokról írok igazából, már egy jó ideje elkezdtem a kutatást, meg egy filmet is elkezdtünk itt saját magunk, saját zsebből forgatni. Ugye itt voltan idegnapok, ami viszonylag ismert 42-ben, amikor sok szerbet, zsidót, illetve partizánt, kommunistát megölt ugye az oda bevonuló magyar hadsereg. Nem is túlkapás, annál sokkal durvább volt. Az is már egy ilyen népírtási jellegű dolog volt, és arra jött egy válasz 44-ben ugye a jugoszláv partizánoktól, amikor mostani becsések szerint ilyen 20-tól 40 ezer magyart megöltek a délvidéken. Ráadásul tudatos népirtás volt, mert hogy a férfiakra mentek, és 20-tól 60 éves korig leginkább. Tehát ez nem volt leírva, de lehet látni a kutatásokból. Konkrétan le akarták tüntetni onnan végül is a magyarságot. Tehát, mit fogsz ezzel kezdeni?
Hát ezt ugye elkezdtem kutatni, de annyira nehéz téma, annyira sok szörnyű történet van benne, hogy első lépésben felkerestünk Matuska Mártont, ő a legismertebb újságíró, aki ezzel foglalkozott, ő 90-től elkezdte publikálni ezt a délvidéken. Máig se értem ezt, hogy lehetett ott, de lehetett. És vele csináltuk egy nagy interjút, illetve egy másik egykori áldozatnak a fiával, aki szintén kutató is lett. Nagyon sok könyvet elolvastam, több emberrel elbeszélgettem, de igazából eltoltam magamtól a témát. Annyira kemény volt, hogy így, hát így nagyon megült tényleg, és most kezdem el újra fölvenni, de megmondom őszintén, meg dolgoztam meg legutóbb 3 napot, és már kellett egy hét szünet, mert annyira nyomasztó az egész történet, hogy ezt így nem lehet folyamatosan. Ennek a műsornak az előző évadában 2 adást is beszélgettünk egy vajdasági szakfordítóval, bloggerrel, aki elmondta, és velünk egy idős, hogy neki az mit jelentett annak idején, amikor először a Hidegnapok a kezébe került a családi könyves polcról. No, viszont a mi időnk lejárt, úgyhogy el kell, hogy búcsúzzak. A hallgatóknak mondom, hogy van Patreon oldala, tehát hogyha bárki szeretné a munkádat támogatni, akkor ezt meg tudja tenni, be tud követni a Facebookon, illetve van a saját honlapod is, de hát ezt a Facebookon keresztül is megtalálják, a hálózat.hu. Én nagyon szépen köszönöm Mező Gábornak, hogy a vendégem volt, köszönöm Gavro Gábor szerkesztőnek a munkáját, és főleg a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, a következő héten is tegyenek így, viszont hallásra.